Na, jó napot kívánok, megjött a csomag. Kínai. Hát attól lehet jó. Szúnyogriasztó. Az is lesz a videó címe, hogy talán hatásos szúnyogriasztó. Már kibontottam, csak a videó kedvéért újra bontom, hogy ne legyek hótvakon a dologba. Cseppálló, vízálló, tölthető. Tehát mini USB-vel. Pedig van körben. Mini USB-vel telefontöltőbe be lehet dugni. Azt nem tudom még, hogy hogy működik, azt majd ki kell figyelni. De van hozzá karabiner. Kulcstartóra is rá lehet tenni, könnyített, ez is alumínium, szerintem aludur karabiner. Iránytű. Most beakadt. Tehát iránytű, és valahogy be kell tudni kapcsolni, de lehet, hogy ha föltöltöm, akkor önmagába elektromosan olyan jeleket bocsájt ki, ami zavarja esetleg a szúnyogot. Csinálok videót arról is, ha jó, és mindenkinek segítek, Xerxész meg megmondja, hogy hol lehet rendelni, meg mit tudom én, úgyhogy hol van? Ja, itt van. És mindenkinek elterjesztjük. Na, nem vagyok ennek a márkának az embere, nem kell ilyesmit gondolni, de egy kulcstartóra szerelhető 1-2 wattos szúnyogriasztó, az mindenkinek hasznos lehet, minden horgásznak. Itt van rajta a dobozán is, hogy park, otthonra is jó, meg horgászni is. Minden ellen jó. Hangya, pocok, cicát nem zavarta, bedugtam már. Ez nem látom mi. Szúnyog, kullancs, tehát kullancsriasztó is. Pók, meg ilyen molylepke ellen is jó. Nem tudom, hogy működik, hogy kell bekapcsolni. Egyelőre megcsináltam a kibontó videót, úgyhogy mézet azt fogyasztjuk továbbra is. A kibontó videót is fel fogom dugni töltőre, és aztán majd lehet, hogy be se kell kapcsolni, csak ha fel van töltve, akkor önmagában olyan jeleket sugároz, hogy ezeket a kis gerinctelen állatokat. Hát gerinces is, egér ellen is jó. Ha jól látom, nem látok. Légy, ez nem hangya, hanem légy, egér, minden, ami ilyen magas frekvenciára érzékeny lehet, azt riasztja.